10 évvel ezelőtt nagyon jól kitaláltuk, hogy engem nagyon meggyőzött, és azóta is hiszek abban, hogy hogyan lehet a legjobban segíteni. Bennem nagyon megmaradt az, amit akkor Dabák Miklós egyik alapítónk mondott, hogy a legjobban azzal tudunk segíteni, amihez értünk. Akkor nagyon sokat elkezdtünk azon gondolni, hogy mihez értünk, amivel tudjuk a civil szervezeteket segíteni, és megtaláltunk jó pár dolgot, hiszen mégiscsak működő szervezetek, mivel a szervezeteket próbáljuk rendbe rakni, segíteni őket, és nagyon remélem, hogy ez sikerült az elmúlt 10 évben, hogy úgy segítsünk azzal, amihez értünk, és talán ez a legértékesebb segítség. Szakmai önkéntesség téma fejezi ki ezt a legjobban. Tehát azért, mert akkor a saját szakmánkban, saját személyünkkel, tehát nem is egy módszertannal, vagy nem is egy szertesen, saját személyünkben tudunk ezzel segíteni. És ez a másik szó, amit eleinte nem mindig szerettem, most nagyon megszeretem, ez az érzékenyülés. Tehát, hogy igaziból megértsük, átérezzük, tudatosuljon bennünk, hogy mivel is foglalkozik egy-egy civil szervezet. Ezt ennél jobban nem lehet megtapasztalni, úgyhogy ez egy különösen értékes és jó módja annak, hogy segítsünk, de közben mi is többé értékesebbé váljunk. Nekem mindig az a legérdekesebb, hogyha megismerhetek egy ilyen szervezetet, hogy mivel foglalkozik, hogyan foglalkozik ezzel, milyen problémák vannak, milyen kihívásokkal szembesül, és egy kicsit a földre kerülni, és látni, hogy ez az egész történet mire szól, és abban már mindig csak reménykedem, hogy én tudok segíteni. És ez egy külön siker, hogyha le tudjuk fordítani a nagyvállalati világból hozott gondolatokat egy civil szervezet szintjére, és ez sokszor sikerül, mert azért mindig a józan paraszt rész, ami a legvégén működik. A pragmatizmus, a módszeresség, ezek a legtöbb esetben működnek. És hogyha ennek megtaláljuk a megfelelő szintjét, az ilyen nagyon nagy öröm lehet mindenkinek.